Jerec Ján Ara vagyok, ez egy örmény név, szüleim Örményországból származnak, nagyszüleim a török örmény üldözésekkor menekültek, és nagymamámnak 4 nővére volt, 2 Magyarországon maradtak, 3 Franciaországba, Párizsba mentek, és édesapám, aki akkor csecsemő volt, itt Magyarországon nőtt fel. Így az édesapám oldaláról örmény vagyok, édesanyám pedig Székelyhidi Mária, amely nevében a származása gondolom benne van. Ő is arról a részről származik, Kolozsvár és a környékéről, ahol örmények is laktak, így Magyarországon, mikor a templomba járás tiltott, vagy nem örömteli dolog volt, akkor ők az örmény templomba, közösségbe jártak, és itt ismerkedett meg édesapám, édesanyámmal, így örmény és magyar szülők vannak. Én Magyarországon születtem, itt is jártam iskolába, és 16 éves koromban úgy jött az élet, hogy édesapám, aki vállalkozó volt, és Ausztriába költözött, Ausztriába üzemet alapított, és kikerültem én is Ausztriába. Van egy húgom, aki egy évvel fiatalabb nálam, akit Sophie-nak hívnak, mint nagymamámat. Ő is kijött, sőt, a édesanyám is, habár akkor már el voltak válva, szintén eljött Ausztriába, és 16 éves koromtól kezdve több mint 30 évig Ausztriában nevelkedtem, éltem, ott fejeztem be a gimnáziumot, és ott léptem be 17 éves koromba édesapám cégébe, amely egy több mint 100 hölgyet foglalkoztató vállalat volt, és pici kis műtyürkéket, azaz gyapjú állatkákat gyártott hatalmas sikerrel, és egy vagyonos cég volt. Ha visszatérünk messzi-messzire, akkor egy Örményországból jött bátor örmény férfi, csodát művelt itt Pesten, nagy zsidómentő volt. Hogy is kezdődött? Mit tud róla? Hol vagyunk? Hol vagyunk történelmileg Magyarországon, a világban? És ebben hol volt édesapja? Édesapám ezt a sok-sok ember élet mentéséről saját maga nagyon keveset mesélt. Ő ezt nem hőstetnek, hanem természetesnek tartotta, de írt róla egy könyvet, és majd, hogy nem az ismereteim 90% ebből a könyvből származik. Ez a világháború, tehát második világháború alatt történt, mikor Hitlerék természetesen itt az örmény üldözést elkezdték Magyarországon. Édesapámtól annyit tudok, vagy úgy tudom, hogy akkoriban ő, mint cserkész, amit megváltoztattak, Hitlerjugendé. A Hitlerjugendnek az egyik vezetője lett Magyarországon. De mikor látta, hogy ez milyen irányba változik ez a mentalitás és a felfogás, akkor kilépett a teljes vezetőséggel együtt a Hitlerjugendből, ami akkoriban nagy port kevert fel politikailag, újságcikkek is voltak róla. Ezért voltak bizonyos ismeretei a náci szervezetekről. És mikor elkezdődtek az örmény, a zsidó üldözések, akkor egy kórházban, azaz a Zicsi utcában lévő házban, ahol nagyon sok zsidó orvos lakott, egy kórházat alapított. És ezt a kórházat védett háznak sikerült nyilvánítatnia különböző, hát nem is fondorlatos, de ügyes lépésekkel, többek között, ahogy ő mesélte, egy nyilas egyenruhát vett föl, ezzel bement a nyilas pártházba, és ott
kiadta magát egy magas szintű nyilasnak, és így sikerült egy védlevelet szerezni, ahol ebben a házban a zsidó orvosok gyógyíthattak, azaz kórházá vált. És valóban ebbe a házba beköltöztek még különböző helyekről, Budapestről zsidó orvosok. Ebből egy kórház lett valóban, és ebben a kórházban egy oldalon édesapám több mint 300 zsidó életét, orvosok, rokonaik, családjuk, pincébe menekült zsidókat mentett meg, de a kórház nagyon sok sebesültet is. Tud-e valamit arra az akkori idők Magyarországon élő örményeiről? Tehát mivel foglalkoztak? Volt-e kolónia egyáltalán? Volt valami olyan fajta hely, ahol otthon érezhette magát, egy külső örmény részről ide érkezett? Hát arról az időről, mikor ez történt, és édesapám ugye megmentette a zsidó családokat, arról az időről nem tudok, hogy volt-e örmény közösség. Én gyerekkoromra emlékszem csak, mikor kiskoromban itt Budapesten volt egy örmény templom, és ebbe a kis, azaz hát templom, egy privát lakást átalakítottak templomnak, és ott gyűltek össze örmények, és ott volt a vasárnapi mise, és emlékszem, mint gyerek, hogy ez hozzátartozott a hétvégekhez, és utána pedig a nagymamával a Dunaparton, a Korzón sétáltunk, és mentünk a Kárpátia vendéglőbe, esetenként, ha meg tudtuk magunknak engedni egy ebédre. Ez ugye a tradícióhoz tartozott. Nagyon érdekes, hogy bizonyos származás, bizonyos sors egyenlőség összehozza a maga közösségét. Ilyenek a zsidók is, ilyenek az örmények, és ilyenek még jó néhányan olyan üldözöttek, vagy bántottaknál. De láttam egy csodálatos filmet, ahol végighajtották az örmény lakosokat, és nem engedték őket megnyugodni. Tehát menni, egyre menj, egyre könyv, egyre fuss, menedékre sose juss. Ez volt tulajdonképpen a sorsuk. Mi volt ez akkor? Ki volt hát, akkor, aki... Tulajdonképpen ebben? Már ugye, amikor Törökországban történt a háborúban az örmény mészárlás, a genocid, ami Werfel írta meg a Muszadag 40 napja könyvében, akkor is a szokásos nemzetiségi, mai szokásos ellentétek, amelyek kijönnek, agresszivitás, és ráadásul ugye az örmények a világon első keresztények, és Törökországban ugye a vallási különbségek, ugye a mohamedán és a keresztények között, ezek mind szerepet játszottak. Amellett a gazdasági hátterek, tehát ezek egyszerűen üldözötté tettek nemzetiségeket és kisebbségeket, és ehhez tartozik az örmény, ezekhez tartoztak az örmények is. Ez azért volt érdekes, nekem azért is érdekes, mert körülbelül 2 éve vagy 3 éve összevágott a zsidó és örmény üldözéseknek az évfordulója, és akkor édesapámat a zsidó mentés miatt az örmény közösség Los Angelesben, ahol a legnagyobb külföldi örmény közösség van, kitüntette. És meghívtak, és ott voltam, és ott nagyon szépen bemutatták ezt az üldözéseket, népüldözéseket, ahol nem csak az örmény és nem csak a török nem csak az örmény és a zsidó üldözéseket, hanem egyéb nép üldözéseket, kisebbségi holokausztokat bemutattak, és az embernek erről talán nincs is tudomása, talán nem is ártana, ha mai fiatalságnak egy kicsit ezt többet látnám, mert sajnos kezdődik megint ez a világ. A Yad Vashemben is tisztelettel és tényszerűen emlékeztek meg az édesapjáról. Talán egy gyönyörű fa éppen azt képviseli, amilyen szilárd volt, és amilyen lombozó, hiszen ügyes kis ravasságokkal is mentett, tehát, hogy
olvastam, amit olvashattam, és megható volt az a fajta, hogy hol egy ellenséges katona ruhába, hol egy orvosnak álcázva, hol egy egész egyszerűen egy utcai embernek, de mindig valamilyen módját szinte látta az ember a huncut mosolyt az arcán, hogy megint én győztem, megint megmentettem valakit. Igen, ő. Ezt valahol azért természetesnek vettő, nekem többször mondta azt, hogy a probléma megoldás mindig, ami az ember cél előtt van. Tehát, ha valami gond van, vagy probléma van, azt meg kell oldani. És az, valamikor azt mondta, hogy az intelligenciának a mérő szöge az ő szeméből, az ő szemszögéből nem ezek a különböző fokozatok, hanem a probléma megoldási képesség. Tehát valaki problémát, és ha fölmerül, meg kell oldani. Tehát, ha zsidókat ölnek, akkor azokat meg kell menteni, egyszerűen kifejezve. Ami nem olyan egyszerű, ezt aztán gyakorlatba áttenni, de ő ezt egy feladatnak tekintette. Valami átható huncut bátorság volt benne, mert hogy elment az orosz katonai parancsnokságra, nyugodt lélekkel intézkedett, a kórházban, ahogy behúzta az orvosokat, vagy egy millió olyan dolgot tett, amihez nem is tudom, hogy honnan gyűjtött erőt, bátorságot, kedvet. Tehát, hogy hogyan nem támad fel benne a félelem. Ugyan, amikor kisfiú volt, akkor kevesebbet és másképp emlékszik, de hát nagyfiúként is ismerte édesapját, hogy milyen volt, hogy volt összerakva benne ez a bátorsággal kevert életszeretet. Nem tudom őszintén szólva, de benne volt. Úgy az ember utólag végig gondolva, mikor ugye elmondták, hogy hallottam, mert egy nagyon idős hölgy, aki saját maga ápolónő volt a kórházban, még egy pár éve élt, és szellemi frissességben ő személyesen mesélte édesapámnak a cselekedeteit, tehát autentikus oldalról hallottam az információkat, és ő mondta, hogy mikor beérkezett a kórházba egy nyilas csapat, egy tisztel az élén, akik le akartak mindenkit lőni, és apám kiállt velük szembe, és kiabált velük, és ellenállt, akkor ugye tudni kell, ha így végig gondolom, hogy két lehetőség volt. Egyik lehetőség, hogy sikeres, másik pedig, hogy ott helyben lelövik. Aki abban az időben nem élt, azt talán fel se tudja mérni, hogy milyen döntés, vagy milyen erő kellett ehhez. Ő ezt megtette, nem tudom, hogy. Valahogy játszik könnyedséggel tudta átlépni az átléphetetlent. Ilyen volt a magánéletben is? Én úgy emlékszem, hogy ő mindig pozitívan állt a dolgokhoz, kereste a megoldásokat. Nekem természetesen, mint apám példaképen volt, és igyekeztem ugye követni, amit tett, de én őszintén mindig tőle azt tanultam, hogy egyszerűen tovább kell lépni, és nem sopánkodni, hanem csinálni a dolgokat. Ő pozitívan állt az élet, azt hiszem, hogy egyik legnagyobb áldása Jóistennek, hogyha az ember azt tudja magáról állítani, hogy egy pozitív beállítottsága van, az rengeteget segít. Most mondok valamit, ami szörnyű, és kérem, magyarázza el a nézőknek, hallgatóknak. A Gödörben kínzás, éhezés, internálótábor. Arajericián. Igen. Ez úgy volt, hogy miután megmentette a zsidókat, ezek után jöttek az oroszok, és a nyilas egyenruha miatt őt nyilasnak tartották, ezért elhurcolták, és ahogy ő mesélte, volt egy órája, hogy egy agyagos földbe egy gödröt ásson, ebben beledobták, és egy rácsot tettek a tetejére, és közölték vele, hogy innen akkor szabadul, hogyha aláírja a bűnösségét. A Gödörben volt több hétig, a kis agyagfigurákat csinált. Az ott kikapart anyagból? Kikapart anyagból. Ő neki nagyon jó képessége volt, mint művész. Például egyiptomi figurákat, ilyeneket is csinált, de ott ezekkel a kis agyagfigurákkal
az őröket megvesztegette, így kapott kicsit több élelmet, és az őrök között volt egy örmény származású, aki azt mondta neki, hogy hiába mondják azt, hogy ha aláírod, akkor elengednek, le fognak lőni, ne írd alá. Így nem írta alá a nyilatkozatot, és így a sok hét után elengedték. Még egy érdekes kis részlet, amit ő személyesen mesélt, mikor az egyik kihallgatásnál odavitték, akkor feltűnt neki, hogy az egyik kihallgató tiszt állandóan jobbra, balra, a földre néz, soha nem nézett rá. És azt mondta, hogy mi történt? Miután a tiszt közölt, hogy hallottam, hogy ön hipnotizáló orvos volt, ezért nem nézek az ön szemébe. Mert ő hipnotizált is. Ajánlom-e könyvemet fiamnak, Arának, aki talán e sorokból fogja megismerni édesapja úgy jóban, mint rosszban bővelkedő életét. A pártállam kegyetlenül belenyúlt családi életembe, elszakított szeretteimtől, és évekig nem tudtunk egymásról. E könyv pótolhatja ismeretei hiányát, és lehetőséget adhat számára, hogy kövesse erényeimet, és kerülje hibáimat. Hogy hatott a könyvre? Nagyon érdekes volt, főleg azért, mert rengeteg dolog, ami benne volt, abban ugye részt is vettem. És hát az ő élete az teli volt fordulatokkal, és abban az időben is, mikor én vele együtt működtem, akkor is rengeteg fordulat és rengeteg dolog volt. Csináltuk a gyapja állatkákat, eljött Bécsbe, közölte, mától kezdve mi vagyunk a MT Fotostúdió vezérképviselői, ezentúl reklámfotókat kell eladni. A Magyarországon átvette a Muller Rouge Maxim kosztümtervezői feladatokat, ezek után feladataim közé tartozott, hogy pávatollakat és flittereket szerezzek be a különböző ruhákhoz. Úgyhogy így mindig volt változatosság, mindig történt valami, ezért a könyvben leírtak, azokban részt vettem, Oldsmobile, Toronádót és Lincoln Continental autókat neki Amerikába személyesen vásároltam, úgyhogy a könyvben történt dolgokban nagy részt vettem, ezért természetesen örömmel. Örültem, és ennek a könyvnek a címlapja az, hogy mennyi fér egy ember életébe, egyetlen példányban készült, kvázi nekem írta, mint az ajánlásból is lehet csinálni, és ezért nagyon személyes. Nagyon izgalmas, hogy a hős. Ugye, ha az ember azt mondja, hogy hős, akkor jönnek a mozinak a sztereotípiái. És Arajeri Cián, az idősbb, az hős volt. Hős volt, egy vidám, életes, bizonyára enni is szeretett, meg biztos nem sütött el a szemét, hogyha egy csinosabb nő elvonult előtte, de egészen közel hozott, tehát emberi mi voltába valójában megérinthető maradt. És ez egy csoda, hiszen végül is a nagypont, amikor Yad Vashem kitüntetett, hogy is történt az, és milyen kitüntetéssel, és hogy jöttek rá, hogyan értesítették, vissza tudna emlékezni rá? Hát őszintén szóval nem. Édesapám ezt a kitüntetést Ausztriában kapta, mert akkor Ausztriában élt, az osztrák ottani izraeli nagykövetségen adták neki oda, és azt hiszem, hogy ő volt Ausztriában a második osztrák, ő ugye Ausztriában osztrák állampolgár lett, úgy, mint én, és a második osztrák, aki Yad Vashem kitüntetést kapott, de hogy került ez a nyilvánosság elé, és miért történt ez, ennek a részleteit nem tudom, mert apám erről gyakorlatilag nagyon keveset beszélt, ő ezt nem tartotta nagy hőscsetnek, meg egyébnek, leírta a történetet, mert izgalmas volt, mert az élethez tartozott, de nem azért írta le, hogy egy hőscsettet írjon le, és nem is így viselkedett. Azt tudom, hogy a papírjai között megtaláltam olyan nyilatkozatokat, ahol az a több száz zsidó közül nevesek, akik utána túlélték a háborút, és összegyűltek egyszer, az mindannyian igazolták, aláírták, hogy édesapám hogyan mentette meg őket, köszönő leveleket, egyebeket találtam,
Talán valamelyik ezen emberek közül értesítette a Jadvasem közösséget, vagy pedig ők tudták meg, de ez ők, úgy tudom, hogy ők keresték azokat, akik ilyenben részt vettek, tehát valószínűleg így találtak édesapám. Milyen volt a gyerek arra és a apa arra kapcsolata? Mint fiú és apa kapcsolata, amelyben én nagyon oda voltam édesapámért, és 16 éves koromban, mikor ugyan a szüleim el voltak válva, akkor kiharcoltam, hogy kijuthassak édesapámhoz Ausztriába, és utána sok éven keresztül vele együtt voltam. A szokásos fiú-apa viszony, amikor az ember mindig ellenkezik, az apa mindig mond valamit, de hozzá kell tennem, hogy most visszatekintve nagyon nagy türelme volt nekem, nem lett volna ennyi türelme magammal, és a dolgokban rengeteget segített, és én nagyon sokat tanultam tőle. A család meddig volt együtt, hiszen ez a mozgalmas, nyüzsgőeszű, okos, de huncut ember, az gondolom kötöttségmentes életet szeretett. Igen, ez kötöttségmentes is volt. Ő már fiatal korában nagymamámnak egy divatszalonja volt, még akkoriban az átkos maszek korszakban, és a Váci utca mellett volt egy kis divatszalon, és édesapám ott, mint női szabó besegített, de ő már akkoriban az Arizonának szabta kosztümöket, amikkel aránylag kevés volt a munka, mert nagyon picik voltak a hölgyekre rárakott kosztümök. Tehát ezen keresztül ugye az éjszakai életben részt vett, és ezért az úgynevezett család életét kissé leterhelte azt, hogy nagyon erőteljesen érdeklődött táncos nők és fiatal hölgyek után, ami aztán később ugye ahhoz vezetett, hogy mikor én 15 éves voltam, részben ez vezetett ahhoz, válásra kerültünk, de a legfőbb válásra került a sor, de ennek a legfőbb oka az volt, hogy akkoriban őt Magyarországról kiutasították, tehát Ausztriába kellett mennie, azaz, ahogy ő mondta, igényekkel léptek fel vele szembe, melyeket nem szeretett volna teljesíteni. Finoman kifejezve. Nagyon-nagyon-nagyon izgalmas életőd, és az emberben benne van a vágy, hogy legyenek megint hősök, megint legyenek olyan emberek, akikre jó ránézni, jó a közelükbe lenni, jó a szervezettségébe lenni. Milyen, vagy mi a véleménye, vagy mennyit tud a magyarországi közösségről, örmény közösségről? Működik-e? Van-e valami olyan összetartás, aminél egymás mellett van a váluk? Vannak-e olyan programok? Vannak-e olyan őshazai utazások? Vagy nem tud róla, vagy nincs? Van ilyen, tudok róla, sőt, gyerekkori játszótársam aktívan részt is vesz benne. Tudom, hogy van örmény kisebbség, örmény önkormányzat, örmény közösség, de aktívan én nem vettem régebben sem, most sem veszek részt. Esetenként találkozunk, vannak olyan rendezvények, amelyekre meghívnak, és amelyekre nagyon szívesen elmegyek. Ilyen volt például a Muszadag könyvnek a prezentációja, amit egy gyönyörű kiadásban kiadott az örmény közösség, vagy az örmény holokauszt emlékére rendezvények, tehát ezeken szívesen részt veszek, tudom, hogy van közösség is. De aktívan örmény színházról tudok, amely szintén itt Budapesten működik. Hogyha valamit nagyon szeretne elérni, egy sikeres, egy jó, egy vezetői státuszba levő izgalmas emberként, mi az, amit feltétlenül benne van abba a projektvágyba, amit mag előtt görget még, de mindenképpen tudni akarja, látni akarja, megélni akarja, csinálni akarja? Hát megmondtam, hogy én hála Istennek jelenleg úgy élek, és olyan szakmám is van, amelyet Jóisten megadta, szívesen csinálok. Tehát
Ezért a munkámnak örülök, a munkámot szívesen végzem, az életem rendezett, két gyönyörű lányom Ausztriában él, akikkel gyakran találkozom. Ami talán érdekes lehetne, régen sokat utaztam, ez jelenleg üzleti formában megvalósul, de érdekelne egyszer megnézni a Örményországot, érdekelne egyszer megnézni a Yad Vashem monumentumot, és ezek úgy még a szemem előtt vannak, és talán egyszer még édesapám kedvenc országát, Egyiptomot is, ahova ő is csak egyszer jutott el, de még ma is megvannak a rengeteg egyiptomi gyönyörű rajzai, ami grafikailag egy értékes dolog, és ő nagyon jó grafikus volt. Mennyire van nemzetközi vagy lokális összetartás az örménység között? Tehát úgy, mint a zsidók között van, vagy úgy, mint az itt levő más beáramlott például a német ajkúak között. Tehát mennyire közös a világon az, hogy megismerik, esetleg meg is ölelik egymást? Hát országon belül, Magyarországon belül annyira közösségeket nem ismerem, de azt tudom, hogy az világon az örmény összetartás az nagyon erős. Én csak egy példát tudok mondani, mikor több mint 30 évig a nürnbergi játékvásáron kiállítottam ezeket a kis gyapja állatkákat, és egyik nap érkezett hozzám két fiatal ember, aki közölte velem, hogy játják, hogy Jereczián Ara, ugye az Iánnal végződő nevek azok örmény nevek, ezért én örmény vagyok, és szeretnének meghívni. És kérdeztem, hogy hova, itt van egy örmény közösség, megmutatják, és elvittek, és megmutatták az örmény közösséget. Elnézést, most a Nürnbergi játékvásárt mondtam, de ez a játékvásár Los Angelesben volt, ahol az örmények hozzám jöttek, mert Nürnbergben sok örmény meglátogatott, de Los Angelesben voltal meghívtak és megmutatták a teljes örmény közösséget. És ennek az az érdekessége, hogy rá egy hétre Los Angelesből egyenesen Bagdadba, Irakba repültünk, ahol szintén egy játékvásár volt, és megnyílt a játékvásár, és bejött a standomra két fiatal ember, akik azt mondták, hogy ugyan örmény Jereczián Iánnal, mi az örmény közösségből vagyunk, és hagyd mutassuk meg itt Bagdadban önnek az örmény közösséget, és elvittek közösen vacsorára. Tehát eleve a név, és már ez elég ahhoz, hogy az emberek összetartsanak, és nagyon szép volt, mikor pár éve édesapámat kitüntették, és összesen azt hiszem 4 vagy 5 örmény van, aki több zsidót, azaz Yad Vashem kitüntetést kapott. Ezeknek a családja, az a rokonai mind ott voltak ezen a rendezvényen Kaliforniában, Los Angelesben, ahol a legnagyobb örmény közösség él, és ott több száz orvos megrendezte az ünnepét, és meghívták az összes örményt erre a kitüntetésre, ők repülőjegyet, szállodát, mindent rendelkezésre bocsájtottak, tehát egy olyan közösség, amely nem csak beszélt, hanem cselekedett. Édesapámtól kérdezett, hogy esetenként mit tanított nekem, vagy mit mondott, akkor egyik dolog, amit én a lányaimnak is mindig szoktam mondani, mindig azt mondta nekem, hogy bármit csinálsz, fiam, az életbe, teljesen mindegy, mi legyen az, egy a fontos, mindig egy kicsit jobban csináld, mint a mások. Nem kell sokkal, csak ennyivel. De csináld kicsit jobban. Ha elő akarsz hívni egy olyan emléktöredéket édesapától, amit szívesen vetítetsz ki a képzelet hálójára, akkor hogy látod őt? Mi az a kép, ami a legkedvesebb számodra belőle? Azon kívül, amit te hordol a saját örökségedben. Hát nem tudok külön képet mondani. Én összességében úgy, ahogy volt, én úgy kedveltem őt. Az a kép, ami bennem van, mikor
a Csatárka utcai házában, a téli kertjében, ahol imádta virágokat. Mellékesen, hogy a szabász, meg egyéb szakmához, meg grafikushoz írt egy orchidea könyvet, amely jelenleg is Magyarországon a legismertebb orchidea tenyésztő szakkönyv, ezért orchideákat tenyésztett üvegházban idősebb korában, és akkor meglátogattam a téli kertjéhoz az orchideák között, ahogy ült, és megkérdezte, és hogy megy a bót, mikor az üzleti dolgokról kérdezett. Ez ugye az embernek a fejébe benne maradt emlékként, és mindig mondtam, megy a bót. Úgyhogy ez maradt meg. Édesapámat úgy láttam, hogy ott fönnül most egy felhő szélén lóbálja a lábát, lenéz ránk, és azt mondja, mit kell ilyen nagy felhajtást csinálni ebből a dologból.